brüsszeli migránspolitika tavalyi esztendőben és az idei eddig időszakában úgy látjuk, hogy alapvetően a befogadásra, az elosztásra, az érkezettek szétosztására, valamint integrációjára irányul. Ebben haladtak el legelőbbre, és ebben alakultak ki legmarkánsabb elképzelések. Megítélésünk szerint azonban nincsen ugyanilyen tempó, vagy ugyanilyen végiggondoltság, hiszen az Európai Unió jogrendszerét is és védekezési képességét is meglepte a tömeges illegális migráció a tavaly évben. Hiányoljuk, hogy bár szavak szintjén a külső határok ellenőrzése most már az Európa Unió politikájának is szerves részét képezi, valóságos intézkedések azonban leszámítva a balkáni útvonal országait Ausztriával az élen, akik végül is lezárták a határaikat, de más lépések egyelőre nem történtek. Az érkezőknek a szűrése, az identitásuk megállapítása túl lassú és körülményes, nem valósul meg a gazdasági migránsok tervszerű visszaküldése, repatriálás, ilyen, mint politikai szinten meg sem jelent. Továbbra sem érvényesül kellően a saját jogszabályok, elsősorban a schengeni szabályok betartása, ezért a magyar javaslatok, elsősorban a Schengen 2.0, 10 pontos javaslatára gondolok, alapvetően a schengeni rendszer megerősítését vette célba. Lassan halad a Frontex megerősítése, az egységes határ és parti őrség kialakítása, és hát nincs kellő ütemezettség és előrehaladása belbiztonsági kérdések összehangolásában, legyen szó közbiztonsági fenyegetésről, vagy nemzetbiztonsági fenyegetésről, itt a terrorizmusról beszélek.